Gondos előkészületeket követően összefogással és támogatók közreműködésével újra lehet a téli időszakban teniszezni. Legutóbb a 2010-es évek derekán magasodott sátor a Sportligetben, amely biztosította az egyesületek utánpótlás edzését, valamint a felnőttek számára a szabadidős tevékenységet. A haladás VSS szakosztálya a Covid időszakban nem állíthatott sátrat, mert az egészségügyi előírások nem engedték. Igazából minden szakosztályunk nagyon fontos a haladásnál, de sok-sok éve a tenisz itt elég mostoha időszakát éli itt Szombathelyen, mivel ez a téli időszak semmelyik klubban nem volt megoldott, úgyhogy hát szerencsére egy vezetőváltás a szakosztályban. A Mayer úrék úgy gondolták, hogy ennek az élére állnak, és valójában nekik elsősorban nagyon nagy köszönet, mert úgy gondolták, hogy ezt elkezdik és végigviszik, és hát mi meg nagyon örömtelien támogattuk a haladás vezetése ezt. Nyilván a sportiskolától a város vezetésig mindenki pozitívan állt ehhez hozzá, és nagyon szépen köszönjük ezt mindenkinek. Az időjárási viszonyok és a létesítménybeni hiányosságok miatt sokáig csak fél évre korlátozódott a szabad téli tenisz oktatás, majd teremben folytatódott a munka. Az új szakosztályvezető és az edzők is szerették volna, ha télen sem kell leállni a gyerekek képzésével. Mi összességében 4 hónapja vagyunk itt pozícióban, és 4 hónapra kezdtük ezt az egész munkát a társammal, az Istvánnal, és hát rengeteg mindent tettünk ezzel a 4 hónap alatt. Az első ötletünk rögtön az volt, hogy a téli szezont azt oldjuk meg, úgyhogy ne kelljen megállítani az edzéseket, és ne kelljen terembe vonulni, vagy esetleg abba hagyni a munkát. Úgyhogy rögtön akkor elkezdtük már tervezni a sátor építését. Nagyon sokan segítettek, tehát hál' Istennek nagyon sok embertől kapunk segítséget, kisebb-nagyobb segítségekkel jönnek, idegenek, barátok, olyan emberek, akit nem is vártam. A korszerű sátor szerda óta áll. Az eszközök beszerzése, a zsilipkapuk korszerűsítése és a mobil csarnok felállítása támogatók nélkül nem valósulhatott volna meg. A modern világítás technikával ellátott csarnokban 3 pályán készülhetnek a haladás VSS teniszezői, és edzhetnek a sportág amatőrjei.